A mai videónkban a tini lányok szívét megdobogtató tehetséges énekes fiú mesél a zenéjéről, a suliról, valamint egy hamarosan elkészülő dalról, melyet Dezső Bencével, a YouTube egyik legnépszerűbb erdélyi magyar vloggerével készít. Amikor utoljára itt voltam, akkor még csak két számom volt, a Hit Rewind és a Fagyöngy. Azóta lett még egy számom, a Veled szebb a város, és igazából sok termem van, több műfajba, több téren, például el akarok kezdeni fotózni, tanulni, videókat csinálni, vágni, meg van a Dezső Bence, valaki Two-Face néven ismeri, és ő felkeresett engem, hogy fiatal vagyok, éneklek, meg minden, és hogy csináljunk egy közös számot. Belementem, el is kezdtük csinálni, nem tudom, hogy mikorra fog megjelenni, még semmit nem tudok nagyjából erről, csak hogy vele lesz egy száma. A feliratkozóinak még régebben megígérte, hogyha eléri a XX feliratkozót, akkor valami meglepetés számot, meglepetés videót, vagy valamit csinál nekik, és már előtte egyébként a Fagyöngyhöz oda kommentelt valamit, hogy tök jó ez a szám, meg minden. Utána néztem, felvettük a kontaktot, és akkor tök jóba lettünk. Azóta meg napi szinten beszélünk, és akkor nagyjából így történt. És akkor utána igazából csak nem is akarok rá stresszelni az egészre, már suli is nagyon fontos, meg a dráma, meg a színészet, meg minden, hanem csak ilyen tök laza számokat kidobni, fellépésekre járni. Hát ilyen, ugye a Nemes Nagy Ágnes az egy dráma tagozatos iskola, és szerintem az énekléshez nagyon fontos, hogy legyen egy kiállásod, tudjál szépen beszélni, legyen egy valamilyen karaktered, amit igazából a drámában meg is tanítanak neked, hogy ne tömeg legyél. Meg hát igazából egy nagyon jó iskola, nagyon jó tanárok vannak, tényleg úgy érzem, hogy én is szeretem őket, és ők is szeretnek engem. Nagyon szép lányok vannak, ugye táncos lányok. Tényleg, mivel ez egy ilyen drámás iskola, azért az emberek is ilyen picit művésziebbek, művészi lelkek, nem is tudom, hogy mondjam. És ilyen, nem tudom, nem ilyen unalmas sulis napok, hogy kijövök matek óráról, lemegyek a büfébe, hanem kijövök matek óráról, akkor ránézek a folyosóra, és mindenki nyújt, meg táncol, meg énekel. A büfésnő is egy iszonyat jó fej csaj. Szóval